A jó értékesítő ma hiányzik. Miért mondom ezt? Ebben a videóban négy olyan okot fogok neked mondani, ami alátámasztja ezt a kijelentésemet. Hogyha nem ismerné, engem, én Szalaj Tamás vagyok, több mint 12 éve vagyok értékesítő, és több mint 3 éve oktatom az értékesítést. Na, és mi az a négy ok, amiért én azt mondtam, hogy ma a jó értékesítő hiányzik? Az első ok. Azért van kevés jó értékesítő, azért hiányzik ma, mert még rosszból is kevés van. Nagyon sokan nem is ismerik ezt a lehetőséget, nagyon sokan nem is tudják, hogy mit érhetnek el értékesítőként, és hogy mennyire nagyon nagy lehetőség ez még a mai világban is. Nem tudják, hogy milyen független életet tudnak így élni az emberek, nem tudják, hogy a jövedelmük attól függ, amit ők beletesznek energiát, tehát nem ismerik ezt a lehetőséget. Ez az első ok. Hogy rosszból is kevés van. Tehát nincs egyáltalán értékesítő. A második ok, amiért ma az jó értékesítő hiányzik, az az, hogy a legtöbb ember azt hiszi, hogy extrovertáltnak kell lenni, vagy jó beszélőkével kell rendelkezni a jó értékesítőnek. Ez egyáltalán nem így van. Sokszor egy introvertált még jobb értékesítő tud lenni, mint egy extrovertált ember. Egyszerűen azért, mert jobban odafigyelnek figyelnek arra, amit mond. De ennek nagyon sok oka van még. Az a lényeg, hogy tévképzett van az emberek fejében, azt hiszik, hogy csak extrovertált emberek, vagy jó beszélők, emberek lehetnek jó értékesítők, ami egy hiba és egy téves elképzelés. A harmadik oka, amiért a jó értékesítő ma hiányzik, az az, hogy kevés a jó értékesítő tréning. A legtöbb ember csak technikákat, módszereket tanít meg egy olyan közönségnek, aki egyébként is már nagyon sok technikát, meg módszert tanult meg, és egyáltalán arról, hogy mi az alapja az értékesítésnek, mi a pszichológiai az értékesítésnek, vagy hogyan lehet hatni a másik emberre anélkül, hogy valamilyen technikát használnánk, azt nem nagyon tanítja senki. Miért van ez? Azért, mert egyszerű eladni egy technikát, és egyszerű ebből pénzt csinálni. Kevés a jó értékesítési tréning. Ez a harmadik A negyedik ok, az, hogy a jó értékesítők gyakran vállalkozók lesznek. Miért? Azért, mert úgy gondolják, hogy ha a más termékét jól el tudták adni, akkor a sajátjukat is el tudják adni, és úgy gondolják, hogy ez nekik jövedelmező lesz, és gyakran ez be is igazolódik hogy a saját terméket, szolgáltatásokat, tanácsadásokat könnyebb, jobb és jövedelmező beadni, mint más termékét vagy szolgáltatását. Persze akkor, hogyha nem tudjuk, hogy maga az online értékesítés, vagy az az értékesítés, amikor független vagy, az milyen előnyökkel járhat egy vállalkozással szemben. Na de ez a negyedik oka, hogy a legtöbb értékesítő, aki jó értékesítő, előbb-utóbb vállalkozó lesz. És ugye ebből a négy okból kifolyólag alátámasztás nyert az a kijelentésem, hogy kevés a jó értékesítő. Ugye rossz értékesítőből is kevés van, mert ugye nem tudják, hogy milyen a lehetőség, azt hiszik az emberek, hogy ez csak egy extrovertált embernek működhet, pedig hát nagyon sok ellenpélda van erre. Nagyon kevesen tanítják jól az értékesítést, legtöbbször csak módszereket, technikákat vagy meggyőzési módszereket oktatnak, amiből nagyon jól meg tud élni a tréner, de alap nélkül és egy jó értékesítés személy nélkül ezek a technikák nem fognak működni. És ugye ott a negyedik ok, hogy a legtöbb jó értékesítő előbb-utóbb vállalkozó lesz azért, mert mondjuk nem tudják, hogy vállalkozóként is értékesíthetnek, tehát abból is lehet vállalkozásuk, és azt látják, hogy a vállalkozóknak általában jobban megy a szekerük, mint azoknak, akik alkalmazottként vagy és alapon egy cégnél értékesítők. Ha érdekel téged az értékesítés világa, vagy tetszett neked ez a videó, akkor iratkozz fel a csatornámra, és találkozunk a következőben is.